Íme a hihetetlen Legó család. Emlékszem, amikor 6 éves koromban a nagybátyám rálépett egy Legó darabkára. Az volt életem egyik legszebb napja, úgyhogy biztos ezt is imádni fogom. Igen, tudom, mire gondoltok. Mi a jó francér lenne szükségem még egy Legó játékra? Már egy rakás ilyennel játszottam. És olyannal is játszottál már, ami teli van szuperhősökkel? Oké, hagyjuk. Na de olyannal játszottál-e már, amelyik egy marha népszerű filmen alapszik? F***om! Jaj, ne nyavajogjál már, hagyjam csak, vedd meg, az jó lesz az neked. A Legó játékok elvileg kooperációs élménynek készültek, de sajnos azóta a bizonyos baleset óta még mindig nem szereztem barátokat. Ebben a játékban mindkét hihetetlen családfilmen végig mehetünk, plusz néhány extra jelenet is van benne, amit csak úgy hasraütésszerűen kitaláltak. Ez a sok riasztós papagáj például honnan a tökömből került ide? A filmben nem is voltak ennyien. Na mindegy, ennyit a szuper kölkökről, a következő filmben már nem kell szerepelniük. Ez a rész még a szuperhősök aranykorában játszódik, tudjátok, amikor még pantomimesek vágták haza a medencés bulikat. Én persze úgy döntöttem, hogy jól felpofozom őket, de előbb még fontosabb dolgomakat. Néha arra is időt kell szakítani, hogy Kejfej Jancsivá változzon az ember. Gondoltam, biztos ebben az épületben bújtak el időközben a kis szemétládák, de nem leltem meg őket. Még a csúszdában sem voltak, bár én legalább kiélhettem magamat. Aztán még a tetőn is szétnéztem, de kiderült, hogy Mr. Irdatlannak még annyi ereje sincs, hogy széttépjenek ki a drótkerítést. Na mindegy, mint kiderült, az asszony képes benyúlni a szellőzőkbe, azt ezzel meg is oldódott a probléma. Tanúság, a hossz fontosabb a vastagságnál, igaz, hölgyeim? Bocsi, Nagyi, néha fura dolgokat beszélek, amikor zavarban vagyok. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a háttérben elrepülnek a felszereplői, de az előzetes verziót bemutató Krapek nem volt hajlandó elárulni, hogy azt a rohadt irritáló kutyát is irányítani lehet-e majd a játékban. Végül csak sikerült megtalálnom a sápadt bohócokat az egyik épület tetején, kíméletlenül nagyon is vertem őket. Meg benyomtam az egyik nagyon cool szuperképességemet, amivel jól kidühöntem magam ezen a napernyőn. A nagy darab faszikábé olyan, mint Superman, csak épp nem tud repülni. Meg ahhoz is túl hülye, hogy bekapcsoljon egy gépet. Na figyelj, haver, jobb lenne, ha nem egyfolytában a medencében lógatnád a micsodádat, és elmennél egy informatika tanfolyamra. Persze ezt meg tudja csinálni, és hát végül is minek ész, ha egyszer úgy nézel ki, mint a felfújt Schwarzi a 70-es években. Hát én reggel este gyúrok, gyerek. Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy abban az épületben éppen emberek égnek halálra, miközben én meg galamketreceket építek újra. Jaj, ne, ez pont olyan, mintha megismétlődne az a bizonyos baleset. Nem fogok valami kibaszott madár miatt megint börtönbe menni. Az út túloldalán láttam megint pár olyan verőlegényt, úgyhogy úgy éreztem, ez elégséges indok arra, hogy szétbarmoljam a város áramellátását, azért hisz, így tudtam átjutni. Ez a csávó azt hitte, hogy a bombák megállítanak. Hát elég nagyot tévedett. Aztán valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva, na nem mintha meg akarnám magyarázni, elkezdtünk Legó darabkákat dobálni egy random örvénybe, ami aztán valamiért beidézett egy bazinagy csúzlit. Én bírom a Legó játékokat, totálisan szarnak a logikára. De hát ki nem imádja a Legót? Én imádom a Legót. Ebben a játékban, ha elég szart szétversz, akkor építhetsz mindenféle hasznos dolgot. Például ezt a pályát, ami még Barry ellen is szívesen futkosna fel alá. Úgy hangzik, mintha kötekednék a játékkal, pedig szerintem a Hihetetlen Családfilm zseniális. Így hát nem csoda, hogy a Disney játékot akar csinálni belőle. Meg aztán képzeljétek el, hogy micsoda agyament őrülettel kéne előállniuk, ha nem lenne film, ami alapján a Lego programokat megcsinálhatnák. Például ki a jóisten akarna egy olyan játékot, ami a Fabulandot veszi alapul? Én. A végére azért már kissé besokaltam, úgyhogy a rugalmas menyecskéből hőlégballon csináltam, azt urasan távoztam, viszlát pöcsök, megyek világot menteni. Ha úgy gondoljátok, hogy még nem volt elég belőlem, akkor itt van ez a videó a Ni no Kuni 2-ről, emit meg egy másik a Csalódott Fater Simulator 2018-ról. Csöcs!